Felzárkózva az Európai Uniós növényvédelmi tevékenységekkel kapcsolatos előírásokhoz, a jövőben Magyarországon is minden permetező gépet ellenőriztetni kell. Olyan növényvédelmi géppel, amely nem esett át műszaki felülvizsgálaton, tilos növényvédelmi tevékenységet végezni. A termelésben használt növényvédelmi berendezéseken az első forgalomba helyezést követően az első 5 évben egy alkalommal, ezt követően pedig 3 évente időszakos műszaki felülvizsgálatot kell végezni. Ez alól csak a kézi, illetve háti berendezések képeznek kivételt. Ez egy Európai Uniós irányelvnek a magyarországi átültetése. Ez mondjuk 2010/43-as FIR rendelet volt, ami Magyarországon idén nyár végén lépett életbe, miszerint a növényvédelmi gépeket időközönként felülvizsgálni kell, mégpedig az első üzembejegyzés követő első 5 évben egy alkalommal, míg azt követően 3 évente egy alkalommal kötelező. Ha ezt egy gazdálkodó nem teljesíti, akkor nem tud permetezni, illetve növényvédelmi tevékenységet végezni vele. A cél az, hogy 2021-re a Magyarországon használt valamennyi árutermelésben, illetve szolgáltatásban alkalmazott permetezőgép bekerüljön a nyilvántartásba, és átessen egyszer a felülvizsgálaton. A növényvédelmi hatóság ellenőrzése is során figyelembe veszik, hogy minden gép azonnali vizsgálata nem lehetséges. A hatóság is felkészült erre, most a regisztrációk zajlanak. Mi is egyébként gondoltunk erre, hogy minél rugalmasabbak legyünk a gazdálkodókhoz, tehát ezáltal is nem egy fix bázist hozunk létre, hanem egy mobil bázist, Kalocsa melletti központtal, főképp itt Bács-Kiskun, illetve a déli megyékben, Kalocsa környékén próbáljuk ezt a tevékenységet végezni. És 2021. január 1-ig lesz ez kötelező, hogy minden gépbe legyen vizsgálva. A szakember szerint a gazdák érdeke is a bevizsgálás, ugyanis a nem megfelelően működő berendezés csökkenti a termelés hatékonyságot, mely mellett veszélyezteti a biztonságos élelmiszer előállítást is. Nő a szerhatékonyság, csökken az aluldozírozásnak a veszélye, nem lesz elsodródás, ezáltal egészségesebb terméket tud a gazdálkodó előállítani a fogyasztó számára. Továbbá a környezet terhelése is csökken a pontos szerkijuttatással. A szakember a tavaszi időszakban várja az első nagy bevizsgálási hullámot, azonban ezt legkésőbb 2021. január 1-ig minden gazdának meg kell ejtenie.